Önbizalom, önértékelés, önbecsülés kérdésében kérdeztem meg Kereszi Andrást, a Tudatosság Iskolája alapítóját és vezető tanárát. Szia András! Mi régi ismerősek vagyunk, igen, ennyiben van, vonjuk be a nézőket a múltunkba. Nagyon sok előadásod láttam ebben a témában is, párkapcsolati témában is, sokszor adsz elő. Ez valamitől úgy érzem, hogy főleg a fiatalokat, de tulajdonképpen mindenkit, aki vergődik valamilyen problémával a világban érint, hogy meddig tart az én önbecsülésem? Egyáltalán van, aki felteszi a kérdést, hogy mi az? Igen, igen. Hát rögtön egy sokkal kezdetibb témával kell foglalkozunk, és ez az önismeret, az az első. Mert arra épül rá az, hogy én a saját értékeimet látom. És akkor rögtön az elején bedobom a nagyot, mert hogy az van, hogy az önbizalmunknak az alapja, hogy mindenkiből csak egy van. És ez tény, tehát hogy mindenkinek rendkívül sokféle a világa, de hogy mindenkinek más az anyukája, apukája, ugye ebből már végtelen differenciáltság jön létre, tehát különbözőség, de hogy közben ott van a gyerekkor, a személyiség, a csidai, a testi alkat, a lelki alkat, az egész gyerekkor úgy, ahogy van, minden megélt energiával, meg tapasztalata, és ez mindenkit különbözővé tesz. Egy csomó mindenben tehetséges valaki, de másban meg nem. Mások meg abban tehetségesek, amiben az egyik nem. Tehát az az alapszabály, hogy a saját értékünket soha nem alakítjuk ki egy másik emberrel való összehasonlítás alapján. Mert akkor mindig vagy sokkal magasabbnak gondoljuk, vagy sokkal alacsonyabbnak magunkhoz képest. És ugye ez egy komoly probléma, mert akkor én úgy nézek magamra, ó, milyen rossz vagyok matekból, hát akkor én biztos egy szerencsétlen, egy elveszett ember vagyok, holott lehet, hogy kiváló grafikus lennék, vagy csodás cukrász. Igen, itt álljunk meg ennél a pontnál, mert a Boldogságminisztérium célja az, hogy praktikus tanácsokat adjon, és hogyha valaki erre még nem jött volna rá, akkor nem érdemes egymáshoz hasonlítani magunkat, hanem kihez? Saját magunkhoz így talán. Így van, így van. Tehát az az alaptétel, hogy van egy önismeret. Az önismeretre ugye alapszik, az az alapja, arra felépíthetjük az önbecsülést. Azért, mert valamilyen módon becsüljük magunkat, hiszen tudjuk, hogy ebben ugyan nem vagyunk olyan jók, de ebben nagyon. Tehát, hogyha a matek, fizika, kémia nem megy, akkor teljesen értelmetlen erőltetni, amikor én művész vagyok, vagy éppen egy készség szinten, vagy mondjuk egy irodalom, tehát egy humán tárgyak szintjén vagyok jó. És ugyanígy van ez nem csak az adottságainkkal, hanem a tulajdonságainkkal is. Így van. Valójában minden cselekedetünket a boldogságért tesszük. Az alaptétel az, hogy amit magunkról gondolunk, azoknak a gondolatoknak a 85%-a nem saját, hanem hallottuk anyutól, aputól, a tanárainktól és a barátainktól, szerelmeinktől. Azaz, abban határoztuk meg önmagunkat, ahogyan a többiek láttak minket. Na most ez egy óriási csapda, mert hát tudjuk, hogy ha egy fehér lapra csak rosszat írunk, béna vagy, hülye vagy, rossz vagy, már megint rosszul csináltad, hát akkor az ember szegény azt fogja magáról gondolni. Na most, hogyha ugye 10 állítást felírsz magadról, és akkor ez szerint ugye 8-at kihúzhatsz belőlem, mert vagy nem úgy igaz, vagy nem igaz egyáltalán. De ha nem az, akkor mi? Ki vagyok én? És akkor ugye a tehetséghivatás kurzuson mindig azt mondjuk el, hogy keresd meg a tehetségeidet, ismerd fel a vágyaidat, és azt, hogy melyik hajlandóság merre felé vagy nyitott az életben. Ha tehetségekről beszélünk, akkor ugye legalább 15 tehetséget össze kell írni, és mint az általános tapasztalatunkból kiderül, az életünk során szokott kiderülni még, hogy egy csomó minden másban is tehetségesek vagyunk, csak ugye nem próbáltuk még ki. Úgy vagy kell. Azt mondták, hogy abban nem vagyunk tehetségesek. Így van. Hát ez a kedvenc példám a Setesúta lány, hogy rámondják elsőbe a gimibe, hogy a tornatanár, hogy hát te béna vagy, itt folyton kibicsaklik a lábad, felmentünk tornából, majd harmadikban megnyeri az IAS bajnokságot, és aztán kiderül, hogy ő az egyik legjobb csapatjátékos. A bizalom olyan érzelem, melyet egy másik ember felé csak azt tud érezni, aki önmagával jó érzelmi kapcsolatban van. Képes arra, hogy önértékelését pozitív tartományban tartsa, és nem vár egyfolytában külső megerősítést. Azok viszont, akiknek saját magukról a véleménye valójában negatív, úgy érzik egy-egy csalódás után, hogy tulajdonképpen megint az történt, ami mindig, nem kellek senkinek.
A lényeg az, hogy az önbizalom ugye kialakul, és ezt ugye apa meg anya hozza. Nekem van egy ilyen majdnem 20 éves ilyen stresszoldási múltam, így kineziológiában meg egyebekben, és hát végtelen számú sztori tudok, de mondjuk klasszikusan az van, hogy az apa meghozza az egónak a megmutatását, tehát ő tanítja. Ugye az egóról tudjuk azt, hogy nem jó meg rossz, hanem vagy az ellenségünk, vagy a barátunk. Ha ellenség, akkor ugye az ember folyton az igazáért rázza az öklét, hogyha a barát, akkor meg megcselekszi azt, ami neki jó. És akkor ugye ez a minta az édesapában, ő hozza meg. De ha az apukám mondjuk, én kislányként születek meg, és az apukám mondjuk, hát enyhén szóval csapodár, vagy nem lehet rá számítani, és látom, hogy mennyi szenvedést okoz anyukának, vagy úgy érvényesíti az akaratát, hogy elnyom, vagy esetleg pont, hogy semmit se csinál, és még egy kocsiuk sincsen, akkor ugye ezt a mintát látja otthon. Na de ezt meg kell haladni, tehát nem apu meg anyu vagyunk, hanem önmagunk vagyunk, mindenki individuum, tehát különlegesek vagyunk mindannyian. És ugye az életnevű játéknak az egyik ilyen level, egyik szintjének a meghaladása pont ez. Rájönni arra, hogy nem anyából meg apából lettem én, mármint hogy onnan, de hogy én önmagamat meghatározó lény vagyok. Tehát ilyen értelemben a szokásaink a kiinduló pont, vagy a lelki szokásainkra gondolok, hogy ez a predesztináltságunk, de mindenkinek feladata van saját magával, az övét. Így van, pontosan. És a kicsi korban egy milliószor hallom azt a történetet, hogy most elmondok egy nagyon jót, hogy a kisgyerek készül egy hete, hogy ilyen ákom-bákom rajzot csináljon az apukának, 50. szülinapja van, és pont amikor odaadná, ott van a nagy ajándék, és akkor na nézd meg, mi van benne, és a gyerek, az apa ugye automatikusan félreteszi a papírt, és a gyerek meg ott áll, hogy de hát, és ez volt az oka. Tehát ide kellett visszamenni a stresszoldásban, hogy ő neki az élete elinduljon. Azóta egyébként vállalkozó és egyre nagyobb sikerrel. Mert ezt meg lehet tenni. Tehát meg lehet csinálni azt, hogy oda megyek a múltamba, és azt mondom, hogy jó, ez akkor és ott volt, de én azzal már nem vagyok azonos, hanem én most vagyok. A Boldogságminisztérium, a Megoldások Minisztériuma szándékszik lenni. Az már nekem egy nagyon fontos lépcsőfok, hogyha elmondod, hogy a te praxisodban is az, hogy a behajtani tilos táblát kitettük kifele, és elindulunk befele, hogy milyen úton azt mindenki eldönti magában, lehetőleg segítséggel, az már egy komoly lépés lenne, hát nyilván egyénileg is, de a közösségi szinten is, tehát a családban, vagy a mindenkinek a maga közösségében, sőt, talán az egész országban is. Igen. Alapvetően az van, hogy sikerélményt kell gyűjteni. Tehát gyűjteni kell sikerélményt, mert a sikerélményre alapozzuk az önbizalmat. Azért bízol meg magadban, hogy valami sikerül, mert már egyszer jól megcsináltad. És ha egy picikével nagyobb kihívást választasz, akkor nyugodtan bízhatsz benne, hogy te azt simán megoldod. Még ha nehéz is lesz, vagy problémás, de eljutsz odáig. És ez nem csak az, hogy a vállalkozásomban megtalálom az utat, hanem a 10 éve rosszban vagyok az anyukámmal, és most elhatároztam, hogy én nem azért fogom őt szeretni, mert megérdemli, hanem azért, mert én úgy döntöttem. Ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeknek megerősödjön az önbizalma, kérlek benneteket, ne alázzátok meg őt, ne nevezzétek tudatlannak, butának, szerencsétlennek, ügyetlennek, ne hasonlítgassátok össze kárára másokkal. Inkább azt mondjátok el neki, hogy az ő korában ti is ugyanígy küzdködtetek azokkal a dolgokkal, amikkel ő. Álljatok mellé, erősítsétek meg abban, amiben jó. A modern pszichológia és pedagógia üzenete, hogy sugároz bizalmat. Nézz a gyerek szemébe, és mondd neki azt, tudom, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni. Tudom, hogy képes vagy rá. Tudjátok, micsoda varázsmondat ez? Képzeljétek el, hogy nektek mondja ezt valaki teljes bizalommal és szeretettel. Ez olyan gyógyír a szívnek és olyan töltőerő, hogy a felnőtti kapcsolatokban is nagyon érdemes használni. Én azt mondom, hogy az ember ne felejtkezzen meg arról, hogy ő ember. Tehát érzelmeink vannak, lelkünk van, és igen, ki kell szenvedni azt, és eléggé dühösnek kell lenni ahhoz, hogy változtassunk. Az a baj, hogy nagyon sokan benne vannak abban a komfortzónában, hogy nem elég rossz ahhoz, hogy változtassanak, viszont nem az, amit szeretnének megélni. És ez a probléma, ha már az ember leér a kudarcba. Most saját magunkról van szó. Így van, tehát hogy változtatnom kéne, mert nem elég a szabadidőm, nem elég a pénzem, nincsen siker az életemben, nincsen szerelem, és az ahelyett, hogy változtatna, azt mondja, hát jó, de még azért annyira nem rossz, akkor benne maradok, mint amikor hűl ki a kádvíz, tudod, és akkor nem akarod kinyitni a csapot, mert éppen olvasol egy könyvet. És egyszer csak azt mondod, most már nem bírom, és jól sem kinyitod. Tehát igazából annak, ha az ember a gödör aljára leír, annak nagyon nagy szerepe van. A bölcselet azt mondja a sok ezer évről, hogy ajándék a szenvedés egy ember életében. És furcsa, hogy ezt mondják, de igaz.
Tehát aki átélt már komoly szenvedéseket, az tudja, hogy abból valahogyan profitált. Vagy akkor, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva, de kellett az a tapasztalat ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi az, amit máshogy érdemes csinálni. Ez kommunikációban egy... van ez benne, hogy azt szoktam mondani a suliba, hogy hogy a kommunikáció annyit ér, amennyit elér. Tehát, hogyha 3 éve veszekszel vele, hogy tegye már el végre a cipőjét, akkor valamit máshogy kell mondani, mert ezek szerint így eddig nem sikerült. Magyarul minden kudarc azt mutatja meg, hogy ha erre nem megy, csináld arra, ha arra nem megy, csináld úgy, ha nem úgy, akkor amúgy, és addig változtass, még aztán azt éred el, ami neked jó. A másik, hogy igen, a fájdalmat, az érzelmi kiborulást, azt meg kell élni. Azt bele kell engedni magát az embernek. Tehát a tudatosság nem egy ilyen keep smiling, hogy így folyton mosolyogsz, és minden rendben van mindig, hanem arról szól, hogy kilépsz ebből, úgy hívja a bölcsesség szava, hogy értelem, mész. És aha. Azt mondod, hogy miért is vagyok én ilyen depibe? Miért gondolom azt, hogy én nem fogom tudni megváltoztatni a saját helyzetemet? De én vagyok egyedül, aki meg tudom változtatni. Ha más nem tudja. És nagyon aranyos az anyukád, a legjobb barátod, a szerelmed, de hogyha neked van önbizalom problémád, azt neked kell megoldani. Szerintem egyébként mindennel úgy vagyunk, hogy szeretnénk megjavítani a külvilágot, lehetőleg az összes minket körbevévő embert. Uh-huh. És nem jutunk saját magunkhoz, miközben senkit nem tudunk megváltoztatni magunkon kívül. Önbizalom, önértékelés, önbecsülés. Mit emelnél ki konklúzióként? Konklúziója ezeknek a témáknak az, hogy mind a három befelé irányul. Tehát egy belső munkára sarkal, mert ugye a többiek azok ugye a többiek, a helyzetet azt nem tudjuk megváltoztatni, és a szereplőket sem sokszor. De önmagunkat viszont tudjuk. És ez nagyon jó hír, mert mindenki ugye önmagáért felel, önmaga fogja ezt az életet úgy élni, ahogy szeretné. És hogyha tudást akar szerezni, akkor belülre kell fordulni. Egy belső önismereti úton átmenni, megkeresni vágyat, tehetséget és hajlandóságot, és elindulni az úton. Ha úgy érzi az ember, hogy ennek van egy lelki akadálya, mert tényleg van ilyen, hogy 1000 sztoriból kifolyólag gyerekkorból megáll az, hogy én alkossak valamit, akkor ezt egy szakemberrel meg lehet oldani, fel lehet oldazni, és utána elindul egy rakéta. Tehát én nagyon sok ilyennek tanúja voltam a saját életemben elsősorban, hogy egyszer csak így áttört egy gát, és onnan elindult minden. Így csak legyen. Azért. Köszönjük szépen.